Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai adását látják. Indul hamarosan a strandszezon, a nyárindító rendezvényükről, a víradók támogatásáról és a jubileumát ünneplő strandról tartottak sajtótájékoztatót. Napi aktuál rovatunk erről is szól majd. Csak úgy, mint arról, hogy nagy tétje volt a szentesi Kinizsi Szeged labdarúgó mérkőzésnek, de maradtak a fiúk az első osztályban. És még mindig foci, de már családi a villantóról. Rovatunkat szerda lévén kulturális magazinunk követi. Ebben a hétvégén lezajlott népzene napjáról hozunk egy összefoglalót, majd a szentesi értéktár részeként a citera muzsikáról beszélgetünk stúdiónkban, Mékutiné Németh Kornéliával, a Pengető Citera zenekar vezetőjével. Már is kezdünk, jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki a következő 60 percet velünk tölti. A Szentes Televízió napi aktuál rovatát látják. Események, történések adáskörzetünkből. Víradó jegyek átadása, a 90 éves strand jubileuma és nyárindító strandparti. Ezekről tartottak sajtótájékoztatót kedden délután. A Szeged elleni labdarúgó mérkőzésnek nagy tétje volt, a megye első osztályban maradt a szentesi Kinizsi győzelmével. Családi nappal egybekötött focikupát rendeztek a csongrádi villantó területén. Közös sajtótájékoztatót tartott Szentesváros önkormányzata és a Művelődési Központ, valamint a Szentesi Üdülőközpont vezetősége. Az esemény keretében 5000 darab fürdőbelépőt adott át Szabó Zoltán polgármester a víradók támogatására, de a hamarosan fennállásának 90. évfordulóját ünneplő strand életképe is megjelentek egy apró kiállítás keretében. Június 10-én pedig nyárnyitó rendezvénnyel indul a strandszezon, ennek részleteit ismertették a szervezők. Tisztelettel köszöntünk minden kedves média munkatársat a mai délutáni sajtótájékoztatónkon itt az Üdülő Központban. Nagy szeretettel köszöntünk dr. Kerekes Valéria ügyvezetőasszony, Agócs Lászlóné képviselőasszony, illetve Zsótér Mártát, a Vöröskereszt területi vezetőjét. A sajtótájékoztatónk első aspektusa az lenne, évek hosszú sora óta Szentesváros önkormányzata támogatja a véradást, támogatja a Vöröskeresztet is. Ebből az apropóból folytatjuk idén is tovább azt a közös elképzelést, mely szerint a Vöröskereszten keresztül a véradókat az üdülőközpontba való egyszeri belépés a véradó jegy, üdülőközpont belépő jeggyel támogatnánk. Fontos a véradás, ezt minden évben el szoktuk mondani. Lényeges az, hogy egyre többen biztosítsanak lehetőséget másoknak, akik olyan szerencsétlen, nem várt helyzetbe kerülnek, hogy pótulagos vérkészítményre legyen szükségük. Ahogy ezt itt hallom, a tavalyi jegyek utolsó darabjait kapták meg a mostani véradók. Ez a most kibocsájtott 5000 jegy, ez 2024. május 31-ig lesz érvényes, bár nem hiszem, hogy azon az egy-két napon, ha úgy adja, nagyon szigorúak lennénk. Lényeg a cél, és köszönöm szépen az ügyvezetőasszony, képviselőasszony, területi vezetőasszony együttműködését, hogy a város idén is ezzel az 5000 jeggyel támogathatja a Magyar Vöröskeresztet. Ezt most jelképesen és nem jelképesen is szeretném átadni. Csak mi mozgunk? Igen. Akkor köszönöm. Használják föl egészséggel, köszönöm. És hagyj kapják meg a véradók. Köszönjük ezeket szépen. A jegyeket. Nagyon szívesen. Sajtótájékoztatónk folytatásában szeretnénk persze tovább népszerűsíteni azokat a programokat, amelyeket mind az üdülőközpont, mind a Szentesi Művelődési Központ a nyári szezonra, a nyári hónapokra biztosít a szentesi lakosoknak, illetve a kedves itelátogató vendégeinknek. Ha jól tudom, igazgatóasszony, pillanatokon belül strandnyitó parti lesz. Erről egy néhány gondolatot hallhatnánk, és utána természetesen Urvári Sándornak, a Művközpont vezetőjének is
biztosítanánk lehetőséget a szentesi programokkal kapcsolatban. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Igazániban nem strandnyitót, hanem nyárnyitót, vagy vakációnyitót terveztünk. A strandon már a legtöbb medencénk üzemel. A nyár, a nyári szünet, a vakáció nyitására június 10-ét határoztuk el a művelődési központtal közösen, és ahogy tavaly is, idén is úgy készülünk, hogy a nappali programok a strandon, itt nálunk 5 óra, fél 6, 6 órára befejeződnek a programok, és ezt követően pedig a művelődési központ által szervezett esti programokon lehet részt venni. Elég színes a programunk, kötélugrók, mazsorettek, mókaduó, a csirkeszárnyevő verseny, igen, sörivó verseny, majd vízibamba csatával, karate bemutatóval, és a fő attrakcióként pedig a Pompom együttesnek a műsorával készülünk. Közben lesz lufi hajtogatás, buborékfújás, arcfestés, ügyességi játékok, és még valószínű, hogy 2 meglepetéssel is tudunk kedveskedni a résztvevőknek, de ezt majd a későbbiekben fogjuk elárulni. Köszönöm szépen, és köszönjük a lehetőséget, hogy a tavalyhoz hasonlóan idén is egy ilyen közös sajtótájékoztatóval indíthatjuk a nyarat, illetve a nyári programokról részletesebben beszámolunk. Úgy van, hogy ügyvezető igazgató asszony elmondta, 10-én itt a mögöttem látható plakátokon is látszik, hogy az esti program a művelődési központ, illetve az Anonym Night csapattal közösen szerveztünk egy nagy bulit. Itt főleg a középiskolás korosztály van a célkeresztben, a Horváth Tomi az ő körükben egy rendkívül népszerű előadó. Én Pesten jártam, ott is óriás plakátokon hirdetik az ő előadását, úgyhogy azt gondolom, hogy egy kuriózum, hogy egy ilyen most nagyon menő, hogy úgy mondjam, előadót el tudunk hozni. A nyárindító buli előtt, hogy így mondjam, 2 még nem a szentesi nyári estékhez közvetlenül tartozó 2 előadásra szeretném felhívni a tisztelt sajtó, illetve rajtuk keresztül a közönség figyelmét. Június 7-én a Padon Apa Születik című előadás lesz a Tóth József Színházban, aminek gyakorlatilag az ötlete az onnan adódott, hogy egy itt szentesi civil szervezet viszi azt az ügyet, ami a koraszülésről szól, és ebben az apák szerepe milyen. Erről szól az előadás Budapesten, több mint 300 néző előtt. Itt nézek a Szentes Élet főszerkesztőjére, hogy ő ott volt azon a bemutató előadáson tavaly novemberben, amit most ide Szentesre hozunk. Illetve június 7-én egy kultúrtörténetinek is mondhatom a produkciót, mert hogy a SZEVASZ, a Szentesi Városi Amatőr Szakkör, vagy színkör, bocsánat, elnézést, színkör első kőszínházi előadása lesz a Tóth József Színházban. Mind a kettőre szeretettel várjuk az érdeklődőket. És akkor ráfordulunk a szentesi nyári estékre, amit, ahogy tavaly is, meg tavaly előtt is, idén is egy ilyen füzetecskében jelenítettünk meg. Ez nem csak az általunk szervezett előadásokat tartalmazza, hanem a szintén általunk szervezett, de tavaly az önkormányzat által elindított 4 mozipikniknek a műsora is, időpontja is benne van ezekben. Ha szabad a mi előadásainkra egy párat kiemelni, ugye a városnak az Omega együttessel van egy nagyon jól működő kapcsolata, köszönhetően a hangversenyközpont munkatársai, Kertész Ákos, illetve Arató Mátyás kollégánk tartják szinte napi kapcsolatban, vannak az Omega még hál' Isten életben lévő tagjaival, és Süli Péter, az Omega együttes szövegírója kérte fel Szirtes Edina Mókust egy Omega dalamokról szóló, de egy különálló kompozíciónak az összeállítására. Ez lesz a Zene Világnapján majd júniusban a Megyeháza udvarán.
Mi arra törekedtünk, és akkor áttérek a többi programra, de részleteiben nem fogom elmondani, hiszen azért készítettük a programfüzetet. Szóval arra törekedtünk Németh Viktor kollégámmal, amikor összeállítottuk az idei nyári programot, hogy mindenfajta korosztály számára és mindenfajta ízlés számára tudjunk valamit mutatni. Lesz ebben sanzon, lesz ebben operett, lesz ebben több vígjáték, olyan Kossuth Díjas előadókkal, mint Oswald Marika vagy Molnár Piroska, és lesz külön a humornak is az egyik nagy ágyúja, ha nem a legnagyobb. Bödöcs Tibor jön majd, jól emlékszem, augusztusban Szentesre. És akkor tartalmazza még a program augusztus végén a államalapítás, illetve Szent István napi programunkat is, ami most nem egynapos lesz, hanem 19-én és 20-án is lesznek programok, és nem a Gödörben, hanem a Kossuth téren lesznek az események. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jegyeket már most lehet vásárolni minden általunk szervezett programra, az újra megnyíló Szentesházban lehet jegyet venni, illetve az Ifjúsági Házban. Egyetlen egy előadás van, ahol csak online lehet jegyet vásárolni, ez pedig a Bödöcsféle kabaré vagy humorest lesz, mindent ők intéznek. A füzetecskét, ahogy megint ismétlem magam tavaly is, idén is el fogjuk juttatni nem csak az üdülőközpontba, hanem az összes szálláshelyet biztosító szentesi vállalkozásnak. Két körben, most június elején megy ki 1000 darab, illetve majd július közepén még egyszer, hogyha elfogy, akkor tudják később is használni, illetve minden szállásadóhely kap egy ilyen összesített plakátot is, ami mögöttem van, hogy bárki meg tudja ismerni, hogyha itt tölt egy hetet, két hetet Szentesen, akkor milyen programokra várjuk őt szeretettel. Gyakorlatilag nagyon röviden ennyi. Aki részleteiben szeretné megismerni az egyes előadásokat, az intézményünk honlapján vannak leírások, illetve a Facebookon vannak leírások az egyes előadásokról. Gyakorlatilag mindenkit szeretettel várunk. Mi azt gondoljuk, hogy... Ja, egy dolgot elfelejtettem, igen. Tavaly a legnagyobb siker az a Pál utcai fiúk voltak a Pannonhalmi Színház előadásában. Én azt gondolom, hogy egy hasonló vonalat viszünk az Abigail előadással, ami mondjuk 40-től fölfelé szerintem mindenki ismeri, akár a négy részes tévéjátékot, tehát Szerencséva, ugye, meg a többieket most nem tudom, Bánfalvi Ági, akinek produkciója jön, tehát az általa menedzselt produkciós irodahoz majd két előadást majd hozzánk. Szóval a Torma nevére mindenki emlékszik. Tehát ez az az előadás, ami attól is kuriózum, hogy szerintem mind a gyerekeknek, mind a közép, mind az idősebb korosztálynak is. És hát ebben az előadásban majd találkozhatunk egy jól ismert szentesi intézményvezetővel is. Na, ez most egy kis fejtörés, ugye? Köszönöm szépen a lehetőséget. És nem Urvári Sándor intézményvezető lesz az. Valóban a Szegedi Pince Színház is itt lesz a városunkban, úgyhogy valóban egész sokrétű és színes. Hát ugye a Művelődési Központ közel 20 programot biztosít itt június, július, augusztus vonatkozásában, és itt vannak a többi intézményeink is, akik mind készülnek a nyárra, de ügyvezető asszony szeretne még szót kérni. A nyári programok nálunk nincsen ilyen változatosság, mint a Művelődési Központban. Mi elsősorban szeretnénk biztosítani a lehetőséget a nyári zavartalan kikapcsolódásra, nagyon jó strandvizekkel, nagyon jó termálvizekkel, és úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a környezet az megfelelő legyen a gondtalan kikapcsolódáshoz. Biztosan értesültek már arról, hogy a csúszda jegyek ára most már a belépő jegyben benne van, tehát a csúszdáért nem kell külön fizetni a strandolóknak. Ezen felül tervezünk néhány programot is. A június 10-i strandnyitót követően július 8-án tervezzük, hogy vendégül rátjuk a Rádió 88-at.
A strandfesztiválunkat, ami az augusztus 19-20-i program volt eddig, úgy gondoltuk, hogy nem folytatjuk tovább. Meggyőződésem, hogy túl sok program volt abba az időszakba máshol, és emiatt talán a látogatottsága nem volt az elvárható. Ezért most a strandfesztet július 14-15-ére tervezzük, és erre is lehet már az esti programokra jegyet vásárolni. A nappali programok azok hasonlóak lesznek a megszokott strandfesztiválokhoz, az esti programok pedig az egyik nap retro, a másik nap pedig fiatalabbaknak szóló zenei programok lesznek, főleg a vízilabda klubbal közösen több torna megrendezésére kerül sor. Ezek a tornák a Lecsó Fesztiválig fognak szinte folytatódni. Itt igazgató úr említette a Művelődési Központ programját is, ugye tavaly útnak indítottuk a Pikenik mozi előadás sorozatot, és valóban nagy élmény volt azt látni, hogy mind a szentesiek, mind a környező településekről a Kossuth teret igencsak belakták a mozi kedvelők, akár gyermekek, akár idősebbek. Egy igazi kitelepülős fesztivál volt, és ezt a sorozatot nemhogy nem szeretnénk megszakítani, hanem idén is nagy erőkkel visszük tovább. És ugye június 16-án indul, és 4 alkalommal lesz a Kossuth téren ilyen szabadtéri filmvetítés, gyerekeknek és kicsit idősebbeknek is biztosítjuk ezt a programot. Ez is benne lesz majd, illetve benne van konkrétan ebbe az ajánlóba, amit igazgató úr bemutatott. Nagy tétje volt a szentesi Kinizsi Szite Szeged megyei első osztályú labdarúgó mérkőzésnek, hiszen a hazai csapat veresége és a konkurens Deszk győzelme esetén kénytelenek lettek volna a következő idényben a megyei másodosztályban szerepelni. A mérkőzést nagy iramban kezdték a hazaiak, és már a második percben egy fejes gólt is szereztek, melyet a játékvezető azonban Les címén nem adott meg. A szentest ez nem törte meg, és a 7. percben egy átlövéssel már érvényes gólt szereztek. A mérkőzés folyamán végig a Kinizsi irányított, és a 87. percben újabb gólt érvényesítettek a hazaiak, így a másik mérkőzés eredményétől függetlenül bemaradtak a megyei első osztályban. Semmit nem ér az egész, ha nem nyerünk ma. És szeretnék egy olyat kérni mindenkit, hogy egész meccs, ha lehetne, halljuk végig azt, hogy hajrá szentes, buzdítjuk az őket. Köszönöm. Legyen valakinek hang és kórusba is hangosan, és végig is ne adjuk fel, akármi történik, mert biztos, hogy őket is ezt tüzdelni fogja, és segíteni fog őket a jó játékban. Jó? Kérhetek egy ilyet mindenkitől, egy összefogást? Mert ha itt nem tudunk szerezni, akkor megérte küzdeni egész tavasszal. Ez a nagyon fiatal csapattal. Jó? Köszönjük szépen! Gyerünk, hajrá szentes! Gratulálok, jó érzés! Köszönjük szépen, természetesen jó érzés. Nagyon jó érzés. Hát ennél jobb érzés nem nagyon van a futballban, amikor győzni szól egy csapat. És ez most sikerült. Ugye a mérkőzés előtt kijöttél a közönséghez, kérted őket a buzdításra, meg is lett az eredmény. Igen, mert úgy éreztem, hogy a csapatnak ez egy annyira fontos mérkőzés ma, hogy ezért küzdöttünk egész tavasszal gyakorlatilag, és úgy éreztem, mindenkire szükség van, és a közönség lehet plusz egy játékos, és ma a közönség is jelesre vizsgázott. Tehát ebben a 2 gólban fél gól a közönségé volt legalább, de lehet, hogy egy egész is, mert végigbuzdítottak bennünket, végörültek minden megmozdulásunknak, és végig hajtottak, és vagy bocsánat, végig hajtották a csapatot, így van. Ugye, én egy kicsit más szellemben láttam ma a csapatot játszani, nagyon komoly, nagyon határozott letámadással. Szinte megfojtottátok az ellenfelet, 70-80 perces labdatartás volt nálunk. Hát túlzónak talán 70-80 perces labdatartás, de az tény, hogy
volt egy olyan úgymond taktika, amit megbeszéltünk, hogy próbáljuk a labdát kikényszeríteni az ellenfelünk bal oldalára, ahol egy jobblábas védő játszik, és próbáljunk ott labdákat szerezni, és ezért jött ki rengeteg olyan lehetőség a Szarvas Józsira, aki beadásokkal, bepasszokkal veszélyeztette itt az ellenfél kapuját, illetve hát a támadó játékosok, mert megpróbáltuk a labdakihozatokat megnehezíteni. Ne nekünk kelljen védekezni a saját kapunk előtt, hanem inkább védekezünk föntebb, és ez volt a mai célunk egyértelmű, hogy minél föntebb tudjunk védekezni, és ne igazán engedjük őket a labdát kihozni. És hát nyilván ebből tűnt úgy, hogy nálunk volt a labda nagy részben, ami egyébként csalóka egy picit, de sokat volt nálunk a labda, ez tény. Igen, hát hogyha ugye a közönség szempontjából, a nézőpontjából nézem ezt a mérkőzést, ez végre egy olyan meccs volt, amikor a hazai pálya, a közönség, a csapat együtt volt. Ez így igaz, és talán a szezon legfontosabb meccse volt ez, amikor így egymásra talált az egész, összeállt az egész, mert azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a tavalyi őszi csapat, aki mindösszesen 12 pontot gyűjtött, abban a csapatban 8 illetve 9 játékos, és abból 5-6 meghatározó alapember távozott a télen, vagy abba hagyta a játékot, vagy megsérült, vagy eligazolt, és azért helyettük jöttek 16-17 éves fiatal srácok, és az osztály egyik legfiatalabb csapata játszott itt hétről hétre, és senki nem veheti el tőlük azt a 17 pontot, amit összeszedtek itt a tavasszal, mert ez a csapat papíron lényegesen hátrébb volt sorolva, mint az őszi csapat. És így szereztünk 17 pontot, úgyhogy az utolsó 10 mérkőzésből 2-t veszítettünk el, ez nagyon fontos. Tehát két vereség utolsó... Főleg idegenben voltatok eredményesebbek talán. Hát igen, igen, idegen. Egyébként nem néztem ezt pontosan meg, de idegenben is igen gyűjtögettünk pontokat. Ugye ott néhány héttel ezelőtt volt nagyon fontos mérkőzés, gyakorlatilag egy rangadó, ahol a kiesés ellen lévő csapatok játszottak, Újszegeddel játszottunk, UTC-vel játszottunk, és 5-0-ra tudtunk nyerni idegenben. Vagy múlt héten, másfél héttel ezelőtt a Vásárhelyen tudtunk nyerni 3-2-re. Tehát egy olyan Vásárhelyen, aki vezeti az alsóház tabelláját, magasan előttünk van pontokban, és ugye ez mind annak köszönhet, hogy a csapat hit magában, hétről itt dolgozott, meg volt az edzés létszámunk, a fiatal srácok beleálltak a melóba, a munkába, és folyamatosan fejlődtek, gyorsultak labdával, labda nélkül, taktikailag is tanultak, és nyilván ügyesebbek, jobbak lettek, fegyelmezettebbek lettek, dinamikusabbak lettek, és talán a szezon végére ez már kezdett azért meglátszódni, és egyre kellemetlenebb ellenfél voltunk szinte bárkinek, mert föl tudtuk venni a versenyt fizikálisan, játékban, sebességben, minden tekintetben az ellenfeleinkkel. És ezért is jött ez utolsó 10 meccsből talán az összesen 2 vereség, hogy a meccsünk nagy részét meg tudtuk már nyerni. Van-e olyan, akivel a teljesítmény alapján meg vagy elégedve, vagy esetleg kiemelkedőnek láttad? Hát ma mindenkivel gyakorlatilag, de talán ha mégis ki kellene emelnem valakit, amit nem nagyon szeretek és nem nagyon szeretnék, de mégis meg kell tennem, akkor talán a Bartusz Peti volt, aki még egy picit hozzátett a saját maga által megszokotthoz. Talán rajta láttam azt legjobban, hogy még egy picivel többet akar, mint bárki más. És a belső védők is szerintem remekel. Igen, igen. Én most ugye arra válaszoltam arra a kérdésre, hogy ki volt az, aki mindenki gyakorlatilag, talán a Peti. És de még azt sem mondhatom, hogy csak a Peti, tehát gyakorlatilag inkább mindenki. Mert mindenki belelakta a szívét, lelkét. Egyébként ezt a meccs előtt, amikor elkezdődött a mérkőzés, annyit kértem tőlük, mondok 3 szót. Szívvel, ésszel és szenvedéllyel. Ez a legfontosabb ma, mert ez a 3 összeáll, akkor ebben nagyon jó mérkőzés lehet. Mert mindenki ezért dolgozott egész tavasszal, hogy ez az egyesület, ez a csapat, ez a város megérdemelje megye első osztályi futballt. És bármilyen rögös és nehéz volt az út, és bárki bármit mond, ez a csapat igenis rászolgált arra, hogy ebben az osztályban maradjunk, és ezek a fiatal srácok, akik beálltak az 5-6-20 év fölötti mellé, a fiatal srácok nagyon komoly melót raktak abba, hogy ez így sikerüljön. Tehát itt ez egy közös eredmény volt, hittek a munkában, hittek abban, amit csinálunk, és az eredménye az lett, hogy szépen lassan elkezdtünk formába kerülni, de formába lendülni, pontokat gyűjtögetni, a játékunk is fejlődött, és most el tudtunk jutni oda, hogy egy FK Szegeden, aki szintén pontokban lényeges előrébb helyezkedik nálunk, vagy egy Vásárhely ellen, tudunk olyan mérkőzést játszani, ahol mi dominálunk szinte végig. Hogyan tovább? Hát a nyáron egyre nem beszéltünk vezetőkkel a folytatásról. Én azt gondolom, legalábbis bízom, és jelenlegi állás szerint úgy néz ki, hogy maradok én is, a csapat nagy része is bízom benne, hogy marad. És egyeztetés vagyunk már játékosok, akiket szeretnénk ideigazolni. Több játékos
is van, aki esetleg hozzánk jöhet. Mindenképpen erősítenünk kell, mert a létszámunk az nem túl nagy, és a fiatal játékosok mellé azért kellene még tapasztaltabb, rutinosabb játékosok, akik ilyen 23-28 év között vannak, mondhatom, így olyanokat kerestünk meg, olyan játékosokat, akik nyilván ideillenek, mind emberileg, mind játékban ebbe a csapatba. Vannak köztük többen, akik volt szentesi játékosok, és bízok benne, hogy ide tudjuk őket hozni. Aztán egy szebb jövőbeli nézünk, de ezt a szezont most így, ahogy befejeztük, ez egy ilyen, hogy is mondjam, rögös út méltó zárása volt ez a mai mérkőzés. Elfáradtál? Mondhatom, hogy a mai mérkőzésen nem. Szerencsére szerintem egy nagyon könnyű mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon összeszedettek voltunk, voltak hibák, de azt gondolom, hogy végig mi irányítottuk a mai mérkőzést, úgyhogy megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot. Egy kicsit, mintha hátrávonultál volna, nem? Hát ugye most ezt kívánta meg a csapat érdeke, hogy belső védőt kellett játszani. Mindig ott kell szerepelni, ahol az edző bizalmat szán nekem. Azt gondolom, hogy mindenütt úgy kell teljesítenem itt a csapaton belül, attól függetlenül, hogy nem vagyok olyan edzettségi állapotban, de mindig próbálok példát mutatni a fiataloknak. Azt éreztem az egész mérkőzés folyamán, hogy végig mi irányítjuk a játékot. Nem volt igazából meg a Szegedben motiváció, most hogy ez minek tudható be, az engem annyira különösképpen nem érdekel. Az érdekelt, hogy ez a Szentes maradjon bent a megye 1-be. Azért is jöttem haza, szerettem volna, hogy a fiataloknak legyen lehetősége jövőre is megye 1-be játszani. Azt gondolom, nem mindegy, hogy egy megye 2-es csapatról beszélgetnénk, vagy egy megye 1-ről. Ezeknek a fiataloknak sokkal többet jelent, azt gondolom, hogy intelligensebb játékosokkal szemben, valamint sokkal jobb körülmények közt tudnak szerepelni jövőre a megye 1-be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, még hogyha nehéz is volt, rögös is volt az út, de én azt gondolom, hogy első perctől kezdve hittünk benne, hogy meg fog ez történni, hogy benn fogunk maradni. Sokkal hamarabb is bebiztosíthattuk volna, én azt gondolom, itt a rájátszásban már nem sok olyan csapat volt, akinek esélye volt ellenünk, attól függetlenül, hogy kikaptunk, vagy vereséget szenvedtünk, akkor is mi irányítottuk a játékot, ugye én úgy azt gondolom, hogy összességében mondhatom azt, hogy egy nagyon simán sikerült ezt a bennmaradást megtartani. Persze az eredmények nem ezt igazolják, de akik itt voltunk a pályán, azért belülről éreztük, hogy nincs itt olyan különösképpen probléma. Persze a pontokat azt mindig a végén számolják, szerencsére ez most a mi javunkra dőlt el, de azt gondolom, hogy Szentesvárosnak igenis szüksége van, hogy továbbra is legyen megye 1-es csapata. Azért van szüksége, mert van rengeteg utánpótlási játékos, és nem mindegy, hogy egy megye 2-be lesajnál csapatról van szó, vagy egy megye 1-be épülő csapatról van szó. Családi nappal egybekötött focikupát rendeztek a csongrádi Villantó területén. A rendezvény először csak focikupának indult, amit már hagyományosan minden évben megrendeznek, de idén összekötötték az eseményt a gyermeknappal is, így jött létre a családi nap. Számtalan program várta az érdeklődőket a gyönyörű környezetben, a hangulatra nem is volt panasz. Családi nappal egybekötött focikupát hirdetett itt a Villantó Csongrádon. Láthatjuk, hogy a mérkőzések már azért javában zajlanak itt a háttérben. Először is térjünk rá arra, hogy mit kell tudnunk itt magáról, erről a környezetről, a Villantóról, honnan jött a név, és mit láthatunk itt? Éve működő horgászi szabadidőpark. Először egy kisebb projektként indult, kifejezetten horgászoknak. Aztán ugye a megnövekedett igényekkel próbáltunk lépést tartani. Megépítettük ezt a 8 házat, 8 négyszemélyes apartmant, és utána folyamatos bővítések mentén építettünk wellness részleget, medencét, és mindent, ami a, úgymond a kereslet
és hogy a vendégkör igényeit kielégíti. Hát igazából én álmodtam meg ezt az egész létesítményt, meg ugye a saját kivitelező cégem által mi építettünk gyakorlatilag itt mindent, és ugye a üzemeltetést is mi folytatjuk. Ugye 7 éve már azt említetted, a kihasználtságról mit lehet elmondani? Mennyire szeretnek ide járni, akár a Csongrádról, akár környébeli településekről? Abszolút pozitívak a visszajelzések. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy mert hogy szezonálisan vagyunk nyitva, áprilistól október végéig, gyakorlatilag az összes hétvégénk le van foglalva. Nyilván hétköznapokon lehetne még kicsikét tölteni, de egyre inkább szaporodnak osztálykirándulások, sok helyről, vidékről, Egerből, Pestről, már egy-két dunántúli osztály is volt. Vállalunk elég sok rendezvényt, lakodalmakat, mondjuk ebben az évben nem olyan sok van, de tavaly majdnem minden hétvégénket elvitték ezek a rendezvények, de minden egyéb családi eseményt, tehát ballagás volt, eljegyzés. Gyakorlatilag nyitottak vagyunk minden ilyen megkeresésre. És akkor itt is elérkeztünk, tehát itt a mai naphoz, ugye családi nap, pünkösd hétvégéje van. Ugye focikupával indult, és aztán lett kibővítve családi nappá. A focikupáról mit kell tudnunk, hány csapat érkezett és honnan jöttek? A terv szerint 8 csapat nevezett, aztán sajnos a tegnapi napon 2 visszamondta, egy meg a mai napon. Valószínűleg közben játszik az, hogy rengeteg ballagás volt, meg elég sok mindenkinek van egyéb családi programja. Picikét ez miatt úgymond csalódott is vagyok, de akik úgy gondolom itt vannak, ugye már ők több éve visszatérő csapatok, ők azért jól érzik magukat. Igen, pont ezt akartam kérdezni, akkor ez már hagyomány itt családi nap keretében egy focikupát rendezni? Gyakorlatilag igen, ez már a 4. villantókupa. Honnan érkeztek a csapatok? Többnyire egyébként csongrádi csapataink vannak, de most jelentkeztek már csonytelekiek, van egy kiskunfélegyházi, úgy gondolom, hogy kicsikét népszerűsödik ez a vonal is. Nyilván szájhagyomány útján úgymond terjed, itt mert ugye viszonylag ez egy zárt közösség, akik így ilyen kispályás futballal foglalkoznak, ugye elég jól mennek a hírek. Nyilván elmondják a csapatok egymásnak, hogy jól érezték magukat, nem teljesen csak a fociról szólt, hanem egy egész napos kikapcsolódás. Azt úgy gondolom, hogy ezáltal évről évre népszerűbb a dolog. Mondjuk jobban örültem volna, hogyha megvan a 8 csapat, aki nevezett, de így is jó lesz. Szabályokról mit kell tudnunk? Hány plusz egy, milyen szabályok vannak? Kicsit kisebb a pálya, mint a normál méret, ezért 4 plusz 1-ben játszunk. Mindig úgy picikét rugalmasan alakítjuk a szabályokat, attól függően, hogy mennyire fölkészültek a csapatok, vagy éppen mennyire vannak formában, mert a tegnapi napja az elég sok mindenkinek éjszakában nyúló volt, és így csak 2x10 perces mérkőzések vannak. Kieséses tornát szoktunk egyébként csinálni két csoporttal, de így, hogy a kevés lett a csapatok létszáma, így körmérkőzéseket játszanak. És a családi nappá is kibővült itt ez a focikupa. Mit tudnak elérni majd itt a családok, a gyerekek ezen a mai napon? Van állandóan működő saját ugrálóvárunk, ezt bármikor használhatják. Ugye most már a medencében is úgy gondolom jó a víz. Délután van több csapat, aki csónakázni, meg kajakozni, kenúzni szeretne. Igazából próbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. Mindenképpen ugye szeretnénk bővíteni a kört, és szeretnénk, hogy minél többen ugye megismerjék ezt a családias működést, amivel mi üzemeltetjük ezt az egységet. Ezért próbálunk mindenféle igényt kielégíteni, és mindig ugye felmerülnek egyéni igények, amikhez mindenképpen próbáljuk alakítani a környezetünket és a működési rendszert. Ezen napi aktuál rovatunk végére értünk, reklámokkal folytatódik adásunk, majd kulturális magazinunk a Paletta nyílik ki. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mindenki
vitaminforrás a Szentesen már 25 éve, a Vitamin Kuckó két helyen, a Penny mellett és a Borossámmel utcában. Beszerzéseinket nagyban a helyi termelők által előállított, mindig friss zöldséggyümölcsre alapozzuk. Tavasszal piros retket, zöldhagymát, karalábét, újburgonyát, az eperszezon kezdetével finom édesepret kínálunk. Nálunk biocsírák, makrozöldségek, babfélék, házi pirítású tökmag, asszalgyümölcsök, fűszerek, mézek is kaphatóak. Termékeink egy része biológiailag növényvédett. Borossámmel utcai üzletünkben frissen facsart narancslét kínálunk. Mindig van akciónk. Felhasználástól függően válasszon nálunk zöldséget, gyümölcsöt. 10.000 forint feletti vásárlás esetén 10% kedvezményt adunk. Válassza házhoz szállításunkat. Várja a hét minden napján önöket a Vitamin Kuckó, a Penny mellett és a Borossámmel utcán. Minden nap egy lépéssel előrébb. Egy kicsit gyorsabban. Minden nap egy akadállyal kevesebb. Ahol a rendkívüli lesz a hétköznapi. Elszántan, szenvedéllyel, rendíthetetlenül. Hogy még messzebbre, még magasabbra juss. Így születnek a szuperhősök is, akik feszegetik a határaikat, akiktől leesik az állad. Gyere, ezt neked is látnod kell, mert ilyen még nem volt Magyarországon. Budapesti Atlétikai Világbajnokság. Vedd meg a jegyed, és lásd csodát! A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Több tízezer gyermek maradt árván. Sok százezer otthon semmisült meg. Több mint 10 millió ember kényszerült elhagyni a hazáját. De a háború folytatódik, és könnyen világméretűvé válhat. Elég volt a háborúból. Csak tűzszünettel lehet véget vetni a pusztításnak. Csak béketárgyalások megkezdésével lehet életeket menteni. Itt az ideje a békének. Ferenc 55 másodperc múlva átlépi a hangsebességet. Tamás 31 másodperc múlva elfoglalja szakaszával a tervezett tüzelőállást. Adrien 20 másodperc múlva megadja a következő felszállási engedélyt. Zsolt 8 másodperc múlva felvonja a nemzeti lobogót. Csak gyakorlat. De ők mind készen állnak. És te. Magyarország békéje és biztonsága közös ügyünk. Csatlakozz a Magyar Honvédséghez.
A Szentes Televízió kulturális magazinját, a Palettát látják. E heti témáink. A Népzene napját tartották szombaton délután a Kossuth téren, hagyományaink ápolása, megőrzése volt a rendezvény célja. A Szentesi Értéktár része a Pengető Citera zenekar, stúdiónkban a térségre jellemző hangszerről mesél Mékutiné Németh Kornélia, az együttes vezetője. Népzene napját rendeztek a Kossuth téren május 27-én pénteken. A rendezvény egy topos pályázatnak köszönhetően a Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány szervezésében valósult meg. Fellépett többek között a Vizeli Trió, Balla Tibor és Szűcs Miklós, de még Sárpilisről is érkezett néptánc együttes. Az egész délután célja a hagyományaink megőrzése és ápolása volt. Miért fontosak az ilyen rendezvények Szentesen? Hát, hogy miért fontosak? Hát azért, mert nem csak kenyérrel él az ember, tehát a muzsikával, a költészettel, a művészettel, és azok az emberek, akik annak idején, amikor még az írásbeliség nem működött, amikor még nem volt elterjedve, akkor ezenken a módokon, tehát az énekléssel, a tánccal, a rajzzal, hagyományok ápolásával, tehát közösségi összejöveteleken, ezekkel tartották fenn a kapcsolatot egymás között, és tartották fenn a hagyományt, magyarul a magyarságot, azt, amivel végeredményben a szüleink felnevelnek bennünket. És mi magunk is ezt így tesszük, és így tettük. Most a globalizáció ennek pont az ellentétét teszi, és bizony a nagyon sok gépi lehetőség, amit ki lehet használni, azok pont ez ellen tesznek. És én úgy gondolom, hogy ha ide hozzuk azokat a kiváló előadókat, akik már az előttünk 100, 150, 200, sőt akár mondhatjuk, hogy 500 évvel ezelőtt is felismerték, hogy össze kell gyűjteni a dalokat, össze kell gyűjteni a történelmünket, lásd Vinódi Lantos Sebestyék végigénekelte ugye a történelemnek azt a részét, amikor a törökökkel itt viaskodtunk, stb. Tehát ezek mind azért maradtak fent, mert a dallamok és a szövegek összetartoztak, és ez így rögzült az emberekbe. És az emberek régen tudtak énekelni. Miért tudtak énekelni? Mert a családi rendezvényeken énekeltek, a munkaalkalmakkor énekeltek, mert nem volt más, és saját magát így gyógyította, így tartotta fenn. Valamint miért énekeltek? Mert a templomba elmentek vasárnaponként, ha többször nem is, és ott megint csak az egyházi évnek, illetve a gazdasági évnek a különböző aktuális eseményeit végigénekelték, végigmondták, átismételték, és így öröklődött át. Most mi már lehetőségünk van arra, hogy ezt írásban, képileg, hangzóanyaggal, tánccal, festményekkel, stb. Megmutassuk tárgyakkal. Talán a legfontosabb kifejezés a mai napon a Csodafiú Szarvas kifejezés. Mit kell tudnunk erről a népzenei DVD összeállításról? Miért gondolta fontosnak, hogy kell egy ilyen, hogy megörökítsük? Nógrádi Andor, kedves barátom, szintén pedagógus kollega, 1940-ben született, 2018-ban halt meg, Szentesen járt gimnáziumba, a szentesi nagy generációknak a tanításait hallotta, és ő Szentest annyira szerette, hogy mindig ide visszajárt, és az itt tanult balladákat, illetve az ottani Nógrád megyei balladákat összegyűjtötte, és nem csak irodalmár volt és helytörténész,
hanem grafikus is, festő is volt, költő is volt, és elkészítette ezt a magyar népdalok és népdánc, magyar népdalok és románcok című könyvét, és ebben versként vannak ezek. És én úgy gondoltam, hogy ezt jelentítsük meg. 2017-ben 11 dalt jelenítettük meg Kurcaparton, de mivel a Kurca nem csak Szenteshez kapcsolódik, a dalok viszont nagy része szentesi, illetve nagy általánosságban ismert a Kárpát-medencében, ezért akkor én átváltoztattam rá vonatkoztatva, meg a magunk ügyességére, meg ötletére, hogy legyen Csodafiú Szarvas a neve, mert ő maga ezt a regöléses részt is megjeleníti, le is rajzolja a szarvast, és a kiadványunknak ezt az új nevet adtuk most már, és többféle szarvas motívummal mutatjuk be az ábrázolást, mivel úgy sajnos a nógrádi grafikákat nem tudtuk, nem lehetett felhasználni most már ezzel a nagy mennyiségű 80 dallal. Délután arról szólt, hogy a népzene napján valóban a Szentesi Zöldág hagyományőrző szakkör meghívására eljöttek a kedves vendégek, most például a sárpilisiek dalolnak és táncolnak, akik egy gyönyörű képet csináltak itt a Szentes padnál, és egy olyan szép színes kép lett, ami most már a közösségi médiát, épp a televízió jóvoltából szépen bejárja. Azt hiszem, hogy nagy kitartás kell ahhoz, hogy valóban a népzene, a népművészet, a néphagyományok megőrzése az egy kicsit visszább jöjjön, és egy kicsit fölemelkedjen újra. Nagyon sokat kell ehhez dolgozni, és olyan elhivatott emberekre van szükség, mint éppen Hankó Györgyné, kedves Mártika néni, mert hogy valóban nehéz tartani a lelket, és ahogy itt akár a Vizeli Trió tagjaival beszélgetve, a műzene, a könnyű zene, a popzene, az akár a rockzene sokkal erőteljesebb, nagyobb reklámot kap, talán a fiatalok is hamarabb fordulnak ezekhez a műfajokhoz, de emellett pont ezért van szükség azokra a teljes elhivatott emberekre, akik ma is akár a zenei tudásukkal, akár a tánctudásukkal, vagy az énektudásukkal itt a Kossuth téren szórakoztatták a kedves megjelenteket, és így egy igazi jó ilyen hagyományőrző délutánt varázsoltak ide a Kossuth térre. Az is egy szép dala volt, hogy holnap ugye gyermeknap lesz a Ludas Matyi vetítéssel, itt a nagy kivetítőn elindulhatott ez a délután, de az összes program arról szólt, hogy valóban forduljunk vissza a hagyományaink felé, legyünk büszkék, mint ahogy akár a sárpiliseik és a gyönyörű öltözetükhöz és népviseletükhöz, és valóban őrizzük már meg a hagyományainkat, a magyar gyökereinket, mert szép az a kultúra, amit mi képviselünk, és ennek mindig is teret fogunk adni itt Szentesen, hol nagy nyílt téren, hol kisebb téren, de a város törekvése minden témában az, hogy őrizzük a múltat, tanuljunk belőle, és egyúttal a felelősség érzése is, hogy adjuk át a következő generációnknak. A gyermekeink ne menjenek úgy el a rendezvények mellett, hogy egy kicsit ne hallgassanak be azokba a ritmusokba, amelyeket a hagyományunk és a múltunk ad. Ugye ma mondák, rege, csodaszarvas, érdekes volt ezt is hallani. Gyermekkorunkban még a 80-as években nagyon olvastuk azt a bizonyos Régi Magyar Mondák című nagyon vastag kötetet, és azért persze megfogott ez gyerekként is minket, hogy milyen szép történetünk van, milyen szép mesék, mondák és regék az, amiket ez a magyar kultúra ilyen szépen ápolt akkor is. Van felelősség is, van munkánk azzal, hogy valóban ez megőrzése kerüljön. De én úgy gondolom, hogy a ma délután egy szép példa volt, és köszönöm egyébként a kistérségi televízió
alapítványnak is, a szakkörnek is, hogy ezt a közös rendezvényt ilyen szépen szervezetten, külső, nagyon igényes és nagyon jó fellépőkkel megszervezték a mai napra. Jobbász legény, szegény, jobbász legény, tele bézzel ez a kövér elszény, megveszem a szegénységet tőled, ráadásul ott a szeretéded. Helyi értékeinkkel foglalkozunk, és a helyi értéktárban szereplő közkincseinket erősítjük meg mi is a Szentes Televízióban, és folytatnánk ezt a sort egy igazi különlegességgel, hiszen talán az értéktár sorozatunkban ebben ilyen formában még nem volt szó a citera zenekarról, népi hagyományaink ezen ágával. Ki mást köszönhetnék, mint Mélykutiné Németh Kornéliát, a Pengető Citera Együttes vezetőjét is, illetve nyilván majd az egyéb titulusokat is mondjuk, amely ezzel kapcsolatos. De arról még nem beszélgettünk, hogy annak idején ez az életút volt az ön álma is. Hogyan kezdődött mindez? Ez egy óriási szerelem, amely szentesi értékké, szentesi ikummá, és nyilván egy országos kincsé is válik. Szeretettel köszöntöm én is a tévénézőit. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a stúdióban. Igen, szerintem az a boldog ember, aki az élete folyamán megtalálja azt a kincset, azt az értéket, azt a hobbit, ami végigviszi életét. Én 7 évesen kezdtem el muzsikálni, Jós József Niterkenét nagyon meg szeretném említeni, mert hogy ő az alapítója a Szentesi Citera Zenekarnak 1976 óta, majd egy fantasztikus felnőttekből álló csoportot alakított, és ifjúsági zenekart, amiből fejlődtem ki én is. 1980-ban indult ez az álom, ez a boldogság, ami a manapság is tart még számomra, és csodálatos érzés. Minden nap úgy elmenni dolgozni a boldogságomhoz. Azokat a gyerekeket, akiket tanítok, vagy a felnőttekkel, vagy az idősebb generációval foglalkozni, együtt a mindennapokat boldogan megélni. Szerintem mindenkinek ezt kívánom, hogy olyan hivatása legyen, amiben megtalálja a boldogságát, a kollégái körében is, a fenntartó körében is, szóval én boldognak érzem magam. És ez a legfontosabb, így lehet átadni a gyerekeknek is. Igen, ez nagyon nagyszerű számomra. Uh-huh. Ugye nem csak a Lajta László Alapfokú Művészeti Iskolában tanítja a felnövekvő generációkat, hol még és hol népszerűsödik így a citera? 1995 óta vagyok vezetője a Szentesi Pengető Citera Zenekarnak, ami a Szentesi Művelődési Központban muzsikál, dolgozik, és persze nem csak ott, mert nagyon sok fellépésen, külföldi fellépéseken is nagyon sok versenyen léptünk fel. Még a Nagymágocsi Napraforgó Citera Zenekart, ne felejtsd nyugd, akkor szeretném megemlíteni. Ott is több mint 20 éve muzsikálok, és ott is tanítok nagyon nagy sikerrel, nagyszerű csapatokkal muzsikálhatok, dolgozhatok együtt. A zeneiskolában 2001 óta tanítok, ez volt az álmom mindig is, és mellette a Fábián Sebesényi Arany János általános iskolában tanítok felsőben éneket.
hol a helye Magyarországon a citerának, a szónak, mindennek a kultúrának? Ön hogyan tapasztalja, hogy eléggé megbecsült ez ma? Mivel elég sok helyre hívnak fellépésre, nagyon sok helyen tanítok táborokban, az ország számos területén, több megyében, Dunántúltól kezdve az Alföld központi régiójába, a Szilágyságba többször megyek táborozni, vagy zsűrizni Újszentesre. Én, aki benne vagyok, most csak így idézőjelben magamról tudom mondani, egyre népszerűbb. Egyre több fiatalt fog magával, de azért nagyon fontos, aki tanítja, hogy mit sugároz felé. De nagyon-nagyon-nagyon sok gyermek, ifjúsági résztvevője is van a citerázásnak. A Vaslajos Népzenés Szövetségben kb. 15 éve már, mint vezetőségi tagként is benne vagyok, és ők is összefogják az országban a népdalköreit és a citara zenekarait, segítik, és minden két évben versenyt hirdetnek, és ezekből is most az elődöntő tavaly éppen nálunk volt, az egyik helyszín, októberben, ahol nagyon sok fiatal mutatkozott be. És persze az egész országban rengeteg, és majd a Kárpát-medencei döntő, ami októberben lesz, ott is több mint 50 fellépő lesz a Kárpát-medencéből. Ezt összefoglalja nem csak Magyarország területét, hanem a Magyarország külső területeit is. És számomra egy csoda a népzene. Mit kell tudnunk a történetéről, hová nyúlik vissza a citera hangja? Ez is érdekes, utána olvastam, meg tanultam is róla, hogy régen, hát azt mondom, hogy az őskorban megfogtak két botot, összetették egy kis, nem is tudom, hogy milyen anyaggal, lehet, hogy egy fűszállal, megpendítették, és az volt a földi citera. Nem is gondolnánk, hogy nem csak Magyarországon található meg a citera, hanem egész világban különböző fajtai van, sárkány formájú citera is. Ez nagyon különleges. De láttam már olyan citerákat, ami számomra különleges, Kínában, Japánban, mindenhol megtalálható. De azért mégis mi magyarok a saját hangszerünknek valljuk ezt a hangszert. Ebből is van különböző alföldi, meg dunántúli, többféle formájú, fajtájú, hangzásvilágú. A pengető zenekaromban is van a másfél méteres hangszerünk, a bűgű citera, ami már kuriózum. És azért van egy mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába. És ezt régen a citerára is ezt mondták, hogy két citerás nem fér meg egy csárdába. Nem azért, mert nem szerették egymást, és problémáik volt egymással, hanem a hangszereket nem tudták egymáshoz hangolni. És az 1970-es évben a szegedi hangszergyár gyártott először olyan hangszereket, ami egyformára voltak készítve, és így a bundozása, a hangok tisztasága már tökéletesedett. És így elindult a röpőpáva mozgalommal is a citerának a fellendülése, és most már nagyon sok citera zenekar is működik. Szerencsére. A helyi zenekarról mit kell tudni, hiszen ott a 70-es évek végén kezdte meg talán életét, működését? Igen, amint említettem, Jós Józsefné Terike néninek a nevét. Ha ő nincs, akkor mi sem vagyunk. Ő tette le az alapkövet, egy hatalmas dolgot tett, hogy akkor összegyűjtötte az idős bácsikat, néniket, és megtanította őket muzsikálni. Elmentek nagyon sok magyar nóta estre, és ez volt az életük, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az ő tanítványa voltam. És a jelenlegi pengető citera zenekarnak is, még a tagjai közt Baranyi Émi, Kisnészeri Szilvi, Lackó Peti és Petesné Trupulai Erzsike is tőle tanult még. Szóval itt van mindig a szívünkben Terike néni. És utána egyre jobban, mondom 95-ben, hogy átadta nekem a vezetését, ez is egy nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy felelősség. Azt, amit ő letett, ezt nem csak, hogy megtartani azt a szintet, hanem tovább fejleszteni a sok-sok fellépésen keresztül, de én úgy láttam, hogy sikeres lett a zenekar, meg sikeres is volt, de a legfontosabb a részében, hogy nagyon családi. Hogy ismerjük egymást, szeretjük egymást, támogatjuk, és a zene az egy plusz
plusz csillagot adhatnánk magunknak, hogy a citerázás öröme és boldogsága teszi a mindennapjainkat élhetővé. Hogy ne gondoljunk a szomorúságra, de tényleg meg tudjuk egymással osztani. És ennél fontosabb, mint egy csapat összetartásában. Abszolút. Mindenkinek megvan a saját feladata vagy szerepe? Hogyan képzelhetjük el ezt így együttes működést? Szerintem több fellépésünket látta már a kedves közönség, kedves nézők. Többféle hangszerünk van, van kisebb is, most éppen nem hoztam be magammal, kisebb, nagyobb és óriási citera, aminek más a hangzása, magasabb hangzásban van, például az én kezemben is mindig egy prim, úgy hívják, hogy prim citera, magasabb hangzású, majd vannak mélyebb, a tenor hangszer, a basszus, a még mélyebb, és a óriás hangszerünk a bőgő citera, és így áll össze a zenekarnak a hangszer csoportja. A népdalainkat, a népdalcsokrainkat közösen szoktuk szerkeszteni. Általában nekem van egy gondolatmenetem, összeszedek egy 20-25 népdalt, és utána eljátsszuk többször, megbeszéljük, és közösen alakítjuk ki a népdalcsokrainkat. Emlékszem egy-egy ünnepségen konferálva, hogy milyen sokrétű és színes azok az eredmények, amelyre nyilván ilyenkor együtt lehetünk büszkék egy-egy fellépés előtt, vagy a különböző minősítések. Ez egy állandó készültséget is jelent, tehát mindig megújul a Szentesi Pengető. Igen, mindig két évente országos minősítésen veszünk részt, de nem az a célunk, hogy mindig, hogy most megmutassuk, hogy hú, de jók vagyunk, és megint elértük azt. De azért felkészülni, és azt az eredményt, nem azt az eredményt kell elérnünk két év múlva, hanem még jobbat, még mindig. Szóval még jobban belenézni a népzenei kincsünkbe, hogy mik azok a régi dallamok, amiket előveszünk, és nem közismert magyar nótákat játszunk, bár nagyon szeretjük a magyar nótákat, de egy ilyen országos minősítésre magyar népdalokat, szóval azért ez két különböző csoportba tehetjük, és elmondhatom azt, hogy a Csongrád megyei közgyűlés díját elértük, Szentesvárosért emlékéremmel tüntetett ki Szentesvárosa, Kóta díjat kaptunk, 10-szer megkaptuk az Aranypálva díjat, az a népzenei minősítésen a legjobb, akkor a tavalyi évben került be a Szentesi Pengető Citera Zenekar, a Szentesi Értéktárba, Szentesi Kumok lettünk. Szóval számunkra ez egy olyan visszajelzés, olyan csodálatos visszajelzés, hogy igenis megéri, igenis megbecsülik a munkánkat, mert azért ez egy munka is, mert hogy kiállunk arra 3-4-5 percre, hogyha mondjuk egy népdalcsokrot kérnek, vagy 8 percre, és akkor bárki mondhatja, hogy ó, de könnyű volt, énekeltünk egyet, jól éreztük magunkat. Milyen kis egyszerű, de azért van olyan népdalcsokrunk, amiben
több mint egy év munkája van benne. Ugye ez rendszerint összejövünk szombatonként, gyakorlunk, ismétlünk, tovább fejlődünk, és ennek ez a módja. És nagyon-nagyon büszke vagyok minden egyes zenekaromra. Mennyire változó a tagság? Nyilván vannak állandóak, ahogyan említ veled, de változik-e azért az összetétel? Igen, változik. A nagyon-nagyon öröm, hogy a zeneiskolában működik a citara tanszak, mert itt mindig van felnövekvő generáció, a 6 évestől kezdve a 18 éves korosztályig. Vannak olyan gyermekek, meg már inkább azt mondom, hogy ifjú felnőttek, akik 10-12 évig is ragaszkodnak, hogy ők maradnak és zenélnek, és utána egy lehetőség, hogyha úgy gondolják, hogy a Pengető Citara zenekarba bekerüljenek. De hát ott is jön az élet, jön a főiskola, jön az egyetem, amikor elmennek egy más városba, vagy más országba mennek el. Ez az élet rendje, de tudjuk, hogy jó ez a változás, mert a zenekarunk is mindig frissül tőle. A Miskó Peti tanítványom is már, nem tudom, 6-7 éve hegedül is hozzá, szóval a citarát azt már 9. éve citarázunk együtt, és egy fantasztikus rock zenekarban is benne van, ahol használja a citarát is, alkalmazza, és mellette hegedül is a zenekarba, és megtanult basszusgitározni. Szóval ezek a sikerélmények. Igen, abszolút. Meg akkor így valahogy igaz az a mondás, hogy a pedagógus a személyiségével nevel. Igen. Mik a célok, a távlati célok, hiszen beszélünk egy sikeres zenekarról, Szentesnek is öröm, Szentest is fémjelzi nagyon-nagyon pozitívan. Mi lehet még a cél? A zenekar, a Pengető zenekarról, ha beszélek, most ismét áldás lesz, mert kisbaba születik a csoportba, épp holnapra van kiírva a Krisztink, és pár hét múlva az ikertestvére Zsuzsi is egy kisbabának ad életet. 4-5 évvel ezelőtt volt az első baby boom a csapatba, amikor 4 gyermek született hirtelenjében, és most megint plusz 2. Azok a célok, hogy ez a csodálatos csapat megmaradjon, hogy nagyon sokat tudjunk zenélni, hogy a zenekar tagjainak a gyermekeit is bevonjuk a citarázás örömében, az éneklésben, a következő megmérettetés, mert azért az is van, mivel tovább jutottunk az elődöntőn, a Vaslajos Népzenei Szövetség által szervezett elődöntőn, most lesz a középdöntő Szolnokon, május 27-én, ahova bekerült a Pengető zenekar, és bekerült a Margaréta Citara zenekar a zeneiskolától, és bekerült a Nagy Mágocsi, Ne felejtsd Népdalkör napra forgó citara zenekar, és Miskó Peti is szólóba fog zenélni, és még Kisen Mácskánk is ott fog zenélni, szóval ez a leghamarabbi célunk, ezen a versenyen részt venni, majd augusztus végén népzenei találkozót szervezünk, augusztus 26-án, ami én úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban szokott eltelni, közös éneklés, a közönséget megénekeltetni, egy interaktív, már szerintem táncra is pertül a kedves közönség, szóval számunkra most ezek a nagyobb célok. És a távlati, egy később? A távlati az... Az én részemről most a továbbtanulás. Mindig álmom volt, hogy egyetemet elvégezzem, és most jött a lehetőség. Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen én népzene, népi kultúra szakot elvégezzem, egy egyéves iskola, hogy minél többet tanulni a népzenéből, mert szerintem egész életünkben tanulunk. És nem mondhatom azt, hogy már elég volt, és nem mondhatom azt, hogy milyen okos vagyok, mert nem, hanem még jobban fejleszteni ezt a tudást, és ez számomra boldogság lesz. Így legyen, és így is lesz. Mi pedig köszönjük, mert azért ritkán van, amikor ennyi pozitívum áramlik, és ezt nagyon jó megélni, és nagyon jó tapasztalni, hiszen a citara mellett más élethelyzetekre is tudtunk meríteni az elmondottakból, de viszont mi majd még folytatjuk, hiszen ellátogatunk hozzátok, a gyakorlatban is fogunk veletek citerázni. Ez egy történeti kitekintés most, illetve az előzménye. Továbbra is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek, és várjuk a következő fellépést, hogy találkozzunk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Kedves nézőink, ezzel értünk kulturális magazinunk a Paletta végére. Legközelebb hasonló témájú kisfilmekkel, összeállításokkal egy hét múlva szerdán jelentkezem ismételten. Holnap 17 órától pedig már közéleti magazinunkra hangolódhatnak. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Mindenkinek szép napot, szép estét kívánok. Viszontlátásra!